A Palotavárosi Petőfi Parkban ünnepélyes keretek között adták át azt a játszóparkot, amely egy közös összefogásnak köszönhetően a könnyűfémű alapítása 80. évfordulójának emlékét őrzi. Az egykori köfém ipari örökségét képviselő vállalatok a 80. évfordulót több hónapos programsorozattal ünnepelték, és összesen 113 000 dollár, mintegy 38 millió forint támogatást ajánlottak fel székesfehérvári felhasználásra, fejlesztésekre, amelynek eredménye a játszópark. Amikor a céget volt szerencsém vezetni néhány éven keresztül, akkor is elsődleges szempontnak tartottam, hogy persze természetes, hogy egy cégnek mindig nyereségesen, eredményesen kell működni, de ezt kifelé is mutatni kell, és kifelé azzal tudjuk mutatni, hogyha részt veszünk olyan dolgokban, amik a város és a város környezete lakóinak számára fontosak, és támogatunk olyan dolgokat, amiket mindenki érzékel, egészségügyet, oktatást, szociális témákat. A tervezés során fontos új elemként fogalmazódott meg digitális, illetve okos eszközök kihelyezése, ezért a Székesfehérvár fejlődéséért alapítvány a fent nevezett támogatásból a polgármesteri hivatal beruházási irodája és a városgondnokság közreműködésével az általa tervezett oktatási program részeként kültéri digitális eszközöket, egy okospadot és további játékelemeket helyezett el, így a park nem csupán játékra és pihenésre lett alkalmas, de egyben tanulásra is ösztönzi a különböző korosztályokat. Emögött egy nagy összefogás bontakozott ki, nem is akárkik részéről. Ugye a köfém, mindenki tudjuk, hogy mit jelent Fehérvárnak, de a köfémnek ma már utódcégei vannak, és ezek az utódcégek nem feledkeztek el arról, hogy a köfémnek 80. születésnapja van. És ők egy nagyon komoly társadalom felelősségvállalási akciós sorozatot indítottak. Ennek az egyik eleme ez a játszótér. 113 000 dollárt ajánlottak föl ezek a cégek. Ezek az azt jelentette, hogy el tudott ez a közel 40 millió forintos játszótér készülni. A terület rendezése, a játékeszközök kihelyezése és a parkosítás mellett ivókutakat is elhelyeztek a gyermekek biztonsága érdekében körbekerített területen. Mindez ötvöződik a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettséggel, amely fontos része a helyi közösséget szolgáló kezdeményezéseknek.